Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják főbb híreink néhány mondatban. 200 millió forintos támogatás a társasházaknak, idén is lehet pályázni a felújításra. Elismerés a sportsikerekért, a tájfutás is bekerülhet a Pécsi Értéktárba. Városi elismerés a kiváló tanulóknak, 2024-ben is díjazza az önkormányzat a kimagasló tanulmányi teljesítmény nyújtó fiatalokat. Idén is meghirdeti a pécsi önkormányzat a társasházak részére azt a felújítási pályázatot, amelyre idén 200 millió forintos keretösszeg áll majd rendelkezésre. Erről az új lehetőségről tájékoztatta Nyőgéri Lajos alpolgármester a résztvevőket a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya megyei szövetségének szakmai rendezvényén szerdán. Panel, tégla, régi vagy újabb építésű ház, ezek közül sokat érintenek a jellemző problémák, amelyek felújítással, korszerűsítéssel orvosolhatóak lennének. Ide tartozik a nem hatékony energiafelhasználás, az előregedett lift, vagy éppen a veszélyessé vált villamos hálózat. A tavalyi pályázati kiírás sikerét jelzi, hogy a 215 beadványból kis hiány 800 millió forintos felújítás valósul meg a városban, az önkormányzat ehhez 355 millió forintot biztosít. Lipói András, a szakmai rendezvény szervezője, a tavalyi tapasztalatok alapján egy fontos igényre hívta fel a figyelmet. Volt egy olyan nagy igény a kollégáim részéről, a társasházas kollégák részéről, hogy karbantartás is legyen benne a pályázatban, ugyanis egészen egyszerűen a Covid óta és a magas infláció óta nem tudunk ezekre költeni, tehát igazából a közös költség jó része elmegy a fenntartására a társasházaknak, és ebben nyújt segítséget ez a pályázat, hogy akár egy lépcsőházfestés vagy betonozás is belekerülhet ebbe a kivitelezésbe. A tavalyi statisztika azt mutatja, hogy az energetikai megtakarítás szolgáló célok között a nyílászárócsere és az épületvillamosság, míg a hagyományos épületfelújítás terén pedig a festés volt a legnépszerűbb kategória a támogatást elnyert társasházak között. Az idei pályázat 200 millió forintos anyagi fedezetét Pécs költségvetése biztosítja, de a kiírásról a közgyűlés dönt a tervek szerint májusban. A beadási határidő 2024-ben is október 15-ére, az anyagok elbírálása pedig december. Emberre várható. Egész évre igényelhetnek bérlettámogatást a gyermekvédelmi ellátásban részesülő pécsi általános iskolások, amennyiben a közgyűlés elfogadja az erre vonatkozó rendelet módosítását. Ezzel mintegy 200 nehéz sorsú gyermek juthat a nyári vakáció idejére is támogatott buszbérlethez. Mint azt a városházi közlemény írja, a támogatás a helyi tanulói bérlet árának 90%-a, így a támogatott gyermekeknek alig 400 forintért, vagyis egy vonaljegy áránál is kevesebbért vásárolhatnak havi bérletet Pécset. Ezt a támogatást eddig szeptember 1-e és június 30-a között a szorgalmi időszakban vehették igénybe az érintett családok, ezen változtatott a március 19-i közgyűlés. Eboltás lesz Pécsen március és április hónapban. A város több helyszínén lesz lehetőség az ebek veszettség elleni vakcinájának felvételére. Március 18-án Szabolcsfaluban, az azt követő napokban Fehérhegyen, a Zsolnai Vilmos út névtelen utca sarkán, Pécsbányán, Újhegyen, a Kumlói úton, a Ledinán, a Hásfa utca, Blahalújza utca sarkán, majd pedig a Tettyén várják a gazdikat. Ismét bővület a Pécsi Értéktár. A rangos pécsi és Pécs környéki szellemi, tárgyi, valamint kulturális kincseket felvonultató listán több neves művészeti együttes mellett olyan intézmények szerepelnek, mint például a Klimó könyvtár, a Pécsi Vasutas Sportkör, a Pécsi Állatkert, valamint a Mecseki Fotóklub. A bővítés a pécsiek javaslatára történik, a felvételről a Pécsi Értéktár Bizottság dönt. Most, ha az erre vonatkozó előterjesztést megszavazza a város március 19-i közgyűlése, a több mint 70 éves múltra visszatekintő pécsi tájfutósport is felkerülhet a listára. Zag Gábor, Pécs alpolgármestere örömmel értesült a kezdeményezésről.
Úgy gondolom, hogy egy olyan szervezetről van szó, aki jelentős múlttal rendelkezik városunkban, hiszen több mint 70 éves szervezetről van szó, és 50 évvel ezelőtt már jelentős eredményeket sikerült elérniük, nemzetközi és országos eredményeket is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy méltóak a Pécsi Értéktárba, és én maximálisan támogatom, hogy bekerüljenek. Idén is lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat elismerje a legkiválóbb eredményeket felmutató tanulókat és hallgatókat, ha március 19-én a közgyűlés megszavazza az erre vonatkozó előterjesztést. A pályázat iránt minden évben kiemelt az érdeklődés, 2024-ben is ez várható. Emlékezetes pillanatok a tavaly decemberi Nemzetiségek napjáról. Pécs városa 2022 óta díjjal jutalmazza a kiemelkedő tanulmányi, kutatási eredményeket elérő, szakmájuk területén kimagasló sikereket felmutató, valamint a nemzetiségi értékek átörökítésében elkötelezett tevékenységet folytató tanulókat és hallgatókat. Így lesz ez idén is, a kiírásról Nyőgéri Lajos alpolgármester adott stábunknak tájékoztatást. Mindig van valami dolog, amit a tapasztalatok alapján egy picit frissíteni kell. Nagy sikere van egyébként ennek a pályázatnak, azért is örülünk neki, nagyon sok diákot megmozgat. Itt ugye középiskolások is több kategóriába, egyetemisták, doktoranduszok pályázhatnak. Ez egyrészt egy kitüntető díj, másrészt pedig pénz jutalommal, ösztöndíjjal jár. A jelentkezési feltételeket az önkormányzat tehát igyekszik a lehető legjobban az érintett célcsoport igényeihez igazítani. Ennek eredménye volt, hogy tavaly már nem a közoktatási tanév, hanem a felsőoktatási vizsgaidőszak végéig lehetett pályázni. Az idei kiírásról a március 19-i közgyűlés hoz döntést, ha elfogadják az erőterjesztést, a nyilvános meghirdetés még ebben a hónapban várható. Most pedig következzen egy kis ajánló a kikapcsolódni vágyóknak a hosszú hétvégére. Pénteken délelőtt 10 órától az állatkertben látványetetésekre és egyéb színes programokra várják a látogatókat a Fókanap keretében. Március 15-én délután koszorúzással egybekötött megemlékezés és zenés műsorok lesznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján, a 48-as téren és a Kossuth téren. Ez utóbbi helyszínen az ünnepi beszédek után 18 órától a kávészünet zenekar, majd pedig a Kék Nyúl együttes lép színpadra. A Kodály központban 19 órától a Pannon Filharmonikusok ad ünnepi koncertet, szombaton az aktív kikapcsolódást keresőket a Misina Tetőpont családi és mozgástér várja, ahol a játszótértől a hétvégén megnyíló kávézóig szinte minden megtalálható lesz. Március 17-én vasárnap rendhagyó program keretén belül elevenedik meg egy római kori temetési szertartás Pécs ókeresztény temetőjében. A látogatók a zenével és színjátékkal kísért temetési menet résztvevőiként követhetik végig egy gazdag római polgár ünnepélyes búcsúztatását a lakóháztól a fórumon át egészen a sírkamráig és a halotti lakomáig. Az Ave Pia Anima, Isten veled drága lélek című program a Cella Szepti Hórában lesz. A március 15-i hosszú hétvégén pedig változik a pécsi parkolási rend. Az önkormányzat döntése nyomán Pécs fizetős parkolózónáiban a hosszú hétvégén ingyenes lesz a parkolás, azaz nem kell parkolójegyet vásárolni sem március 15-én pénteken és 16-án szombaton sem. A 3 nap alatt ingyenesen lehet használni a Biokon felüljáró alatti Bokáccsó parkolóját is. A forgalomcsillapított övezetekben azonban ekkor is engedélyhez kötött a behajtás. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Pénteken változóan felhős lesz az ég, esőre azonban nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, heti hírösszefoglalónkkal holnap este várjuk Önöket, viszontlátásra!